Napjainkban merőben új szelek fújnak a gyermekkori fogászati ellátásban. Ennek szellemében rendezi a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság a Tóth Pál Vándor gyűlést. Idén Pécs adott otthont a nagy hagyományokkal rendelkező kongresszusnak, melyre már 7. alkalommal került sor. A tudományos programban szó esett speciális esetekről, szájbetegségekről, egészségnevelésről, mosolyesztétikáról, valamint kiemelt témaként az iskolafogászatról is. Távolabbi cél pedig egy fajta rendteremtés az iskolafogászat területén, ugyanis ez egy Magyarországon sok-sok éve, évtizede jól működő rendszer, ami szinte hungarikumnak tekinthető, olyan alapjai és olyan régi eredete van, és olyan jól működik már is. Azonban mindenféle törvényi finanszírozási és egyéb nehézségek mellett úgy tűnik, hogy most összedőlni látszik ez a rendszer. Reméljük nem így lesz, de az ehhez szükséges szakmai irányelveket is, ugyanígy a Gyermekfogászati Társaság részéről szeretnénk lefektetni, és Kuhajda doktoron keresztül kellő ráhatással bírók ezekbe eljuttatni. Szerencsére a főorvos úr megnyugtatni érkezett a kollégákat, hogy talán nem is annyira rossz a helyzet. Két fontos mérföldkő momentum volt a tavalyi évben. Az egyik az alapellátási törvényt elfogadta a parlament, pontosan azért, hogy segítse és megfelelő helyzetbe hozza az alapellátásban dolgozókat és azok körülményeit. A másik fontos dolog, hogy az egészségügyi háttérintézmények jelentős része megszűnt, viszont a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet nem csak hogy megmaradt, hanem meg is erősödött, és megalakult benne az alapellátási igazgatóság. És ez nagyon szorosan kapcsolódik az alapellátási törvényhez, és az alapellátási igazgatóságban tulajdonképpen azon dolgozunk, hogy a törvénynek megfelelően azok az elképzelések, azok a tervek, azok megvalósuljanak. Bár azt mondják, infokommunikációs világban élünk, bizonyos információk nem jutnak el a szakmai közvéleményhez, az alapellátásban dolgozókhoz. Ezért is fontos egy ilyen kongresszus, de a külföldi előadók meghívása más szempontból is hasznot hozhat. Ennek egy kicsit hátsó szándékkal álltunk neki a szervezés során, hiszen a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, mint hazai magyar társaság, nemzetközi beágyazottságának tud előrelépni azzal, hogy a külföldi társaságok neves képviselőit hívjuk meg, és kérjük, hogy mutassák be a tevékenységüket, és nem titkolt szándéka a magyar társaságnak, hogy csatlakozzon ezekhez a nemzetközi társaságokhoz.